Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Mai vlogban ezzel a 8260R-es John Deere-ral és ez a 6 méteres Alpego DK Top forgó koronával fogunk dolgozni. Mielőtt megkérdeznétek, hogy miért megyek úgy, hogy nincs lenne a gép, hát azért, mert itt csak egy csík van már itt. És egyszer be akarom dűlőzni ott a végét. És ahhoz, hogy bedüllőzzem a végét, az le kell menni. Tehát, hogyha lefele megcsinálom, akkor visszafele össze fogom tiposni. Most én az a megoldás, hogy akkor kétszer járom meg. De az is ugye idő, mert elég egyszer megjárni fog koronával egyébként. Úgyhogy ezért csinálom így. Na hát... akkor majd mindjárt még jelentkezek, amikor le lesz a gép, meg körbe mutogatom, majd meg ilyenek, jó? Hát itt is lennék, hát ott bedüllőztem azt a felét, ott. Na most már ugye lenne a gép, így dolgozik. Ilyen a munkája. Ja, a GPS be van kapcsolva természetesen. Nem tudom, hogy úgy kell le, de most úszóba tettem a szárnyait, mert látjátok, ilyen hepehupás, vagy hogy mondjam. 6 méter, ugye ezt már lehet, hogy mondtam. Ennyivel húzom 8-al, nem látszik, 8-al, úgy. 1850-re van beállítva a fordulat maximum, mert 2150 volt, de most annyira minek pörgetni, hát nem. Valaki nem ért velem egyet, valaki igen. Mindenkinek a maga dolga szerintem, hogy dolgozik a géppel. Én nem szoktam pörgetni. Tehát most ugye ebbe csak sima ezres van. Fordulat, kardán, eko nincs. Ugye 2014-es évjáratú a gépezet, 410,9 üzemóra van benne. Majd kiszállok, körbe mutogatom. Akkor ugye az érdekessége még ennek, hogy, vagy ezeknek az erreseknek, hogy nem csak így le tudom hajtani a pótülés tetejét, hanem így is tudom hajtani így. Úgyhogy kinek hogy jobb. Én szeretem, hogyha föl van hajtva. De még az is jó be, hogy nem itten kubabrálni. Benyomom, aztán leesik. Ugye az iTech tábla végi fordulóval fordulok, vagyis hogy az emelem ki a gépet, meg ugye akkor a kardánt is kikapcsolja. Csak az a baj, hogy ugye használom az automata váltót, csak az a baj, hogy ha rüggvercet kapcsolok, akkor utána újra be kell kapcsolni. Ugye ILS-es, tehát nem TLS, tehát ez ilyen független kerék felfüggesztéses. Itt látjátok, itt a 8000-esek, vagy 8R-esek most már. Na, a kabátot fölveszem, aztán akkor bemutatom kívülről is. Na, ilyen kívülről a forgóborona. 2021-es évjárat. Ugye ezres kardán fordulat kell neki. Ugye Alpego. A simító lap az ennyire van lent. Ha valakinek ez mondta,
akkor ugye állítható nyomtáv, kívülre is lehet kerék súlyt tenni, az ott is van a telepen, csak az a baj, hogy az elején csak 900 kg súly van, úgyhogy amikor süllyedt, akkor mindig a hátulja hajtott csak, és az eleje meg nem. Mert ugye a nehéz volt a hátulja, na. Ugye belső keréksúlyok is vannak. Az azt hiszem 625 kilós vagy kb. Akkora. Ugye hátul 6-ot fener 38, elől 600 per 7 fener 30. 900 kilós súly. Ugye két kör kihelyezett itt a front hidraulikánál. Ja, meg ugye a világítás sem kapogó. Itt egy szerszámos, és itt vannak az akkumulátorok. Több mint 700 literes a tankja, most pontosan nem tudom, az 720 vagy valahogy így. 5 pár kihelyezett. Csak kívülről ennyi. Ugye ezen még itt lent van a gyújtás kapcsoló, nem itt oldalt. Első hajtás bent van, nem automatában, hanem sima. Ugye ez pedig egy APB apró magvetőnek a monitorja. Zsa. Ugye 16 sebességes a váltó. Ugye 16 előre. És 5 hátra. Ugye, amint már mondtam, hogy a automatát váltót használom, be van programozva, itt tudjuk választani, hogy 9-ig kapcsol föl. És ugye itt az ájtek, ugye a kettes, hogyha meghúzom magam fele, akkor és fényerőt adok rá, így. Akkor ugye fölemeli, és kikapcsolja a kardánt. Mindjárt meglátjátok, amikor fölemelem, akkor meg azt mutatja, hogy leteszi, hogyha meghúzom, vagy eltolom előre, és bekapcsolja a kardánt. Mindjárt láthatjátok. Meghúzom magam fele. És ugye már át is váltott. Ugye 16 előre és 5 darab sebesség hátra. Ebben a 9 literes motor van, mint a 8000-esekben. Ja, mint már mondtam, hogy a fordulatot azt 1850-en maximalizáltam, akkor itt van nekünk egy ilyen Delphi, vagy mit tudom, hogy kiondani, milyen rádiónk, ami elvileg a fullos, a könyvében úgy van, hogy ez az a rádió, amiben minden rajta van, Bluetooth, meg minden anyám kinya, és amit nem értek, hogy a például az SS John Deere Combine-ban, ott is ugye a Bluetooth-os rádió van, meg minden, de a telefonról nem tudok zenét indítani a rádió. Tehát csak telefonálni, ezt mondjuk nem értem, hogy ez miért így van. Az a baj, mindig meg kell tolatni. Mert én ökör, akkora düllőt hagytam, hogy pont meg kelljen tolatni. Ugye a plusz kilowattot is beadagolja, amikor úgy gondolja, hogy be kell adnia.
ugye, amit még nem mondtam, hogy aktív ülés. Aki nem tudná, az annyit takar, hogy mozog minden merre. Tehát ez egy leírás, tehát hogy jobbra, balra, előre, hátra, meg mit tudom én, tehát meg itten elektromossal lehet állítani mindent. Itt a karfáró. Meg ilyenek. Azt csináljuk, hogy arra fordulunk. Ugye akkor, amikor megtolatni, nem így, ide. Egyébként ennek tök jó az automata váltója. Tehát, hogy jól elkapcsol. Tehát, hogy ha mondjuk, hogyha finoman megyek vele, tehát már itt elkapcsol, látjátok? Pont nem láttátok, de... Na, most. Látjátok, már 1300-nál elkapcsol, hogyha úgy érzi, hogy én finoman szeretnék gyorsítani. Automata kormányzás be. Forgóbóna le. Aztán zsal neki. Na hát szóval, ja. Azt nem tudom, hogy ebbe föl van-e oldva az iTech Pro. De azt sem tudom, hogy Gyögyke megkeresni, mert GS3-as monitor. Úgyhogy nekem fingom nincs, hogy kész részletesebben kezelni. Azt tudom, itt a menü. Érintő kijelzős, de az már kicsit szar neki. Tehát azt én fingom nincs, hogy hogy kell beállítani. Az iTech Pro-t. De az sem biztos, hogy fel van benne oldva, tehát. Ugye meg kell tolatni ugyanúgy. Azt mondja, hogy úgy megyünk, hogy jaj, de jó. Nem tudom, milyen nehéz ez a forgóboron, de valami rohadt nehéz, gyerekek. Az a Terus, amivel volt az előző vlog. Egy tonnás súly van az elején, és életveszélyes vele közlekedni, mert fölemeli az elejét. Jó, nyilván az egy akkora traktor, mint a 7000-es John Deere, tehát hogy ennél rövidebb, meg könnyebb. De mondjuk azért ezt is billegteti rendesen. Kerekei nem engedik el a földet, de azért billegteti. Na, majd fel kell hívnom apát, hogy hova menjek, hogy átmenjek oda a 40 hektárosba. Ugye azt elvileg már ásugoronázza a kollega. De nem nagyon látom, hogy ásugoronázza. Nem ásugoronázza, hát az ott van. Van ez a buza. Aztán ez utána van az üres, azt hiszem. És akkor utána van ez. Ez a 45 hektár. GoPro-t kéne venni, ugye? Én is azt mondom. Na. Mert ez így szerintem nektek is szarok, hogy itt telefonnal bohóckodok. Meg nekem is, mert akkor az egyik kezem le van foglalva, hogyha telefonon bohóckodok. A GoPro az meg ott a nagy fejemen, aztán kész. Nem tudom mit izéni, hogy itt egy kézzel kell csinálni mindent. Na de hát akkor ott tartottam, hogy az iTech Pro az mi. Na hát ez egy olyan dolog, aki nem tudja, hogy az be van kapcsolva, akkor úgy megfordul magától a tábla végé, hogy felemeli a munkagépet, kikapcsolja a kardánt, meg ilyennek. Tehát amit az iTech-re is be tudná állítani, a Pro az meg szerintem azt akarja, hogy megfordul magától.
tehát visszafordul a fogásba, egy másik fogásba. Ugye a New Holland ez az IntelliTurn, Steyr-nál az S-Turn, és a kéznél meg úgy gondolom, hogy akkor AFS-Turn. Szerintem, de ha nem, akkor írja le, aki kommentbe, aki tudja. Vagyis aki jobban tudja nálam. Lehet, hogy csak elvileg tudja, de lehet, hogy gyakorlatilag is. Na, akkor ugye az összes lámpa fönn van, ami csak létezik. Ott, itt föllő három, ott is három, ott egy, ott három, meg ott egy. Tehát fullos a lámpa is. Tehát szerintem ez egy fullos traktor. Lehet, hogy egy-két dolog nincs föloldva benn, mondjuk lehet a szabadvezérlés nincs föloldva, de... És ilyenkor jön az, hogy egy ekkora traktor van, minek a szakasz vezérlés. Tehát nem fog vele permetezni, meg műtráját csak fog vele szúrni. Tehát akkor minek a szakasz vezérlés? Hát nem. Jó, most mit tudom én, lehet, hogy valamihez meg kell. Tehát mondjuk, hogyha kukoricát akarok vetni, egy 12 soros John Deere kukoricavetőgéppel, amit nem fog, de mondjuk ha az lenne. Ja. Egyébként nagyon jó ez a forgókorona. Akkor na, körbe mutogatom a gépet, csak az a baj, ilyen hülye alakja van itt, te háromszöges, meg mit tudom én. Na, gép. Amit mondtam, 2014-es, bla bla bla. Itten van két csatlakozó, amit mindjárt lebontunk, ha átállok a másik fogásra. Engyel kell menni evédelni, és ugye jelenleg azt nem mondtam, ugye vasárnap van. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, de szerintem elvileg máma ki kell, hogy menjen ez a virinyó, mert majd, ha hazaérek este, akkor majd főteszem. Ugye akkor, hogy ja. Megállok, mert ezt nem lehet mutogatni. Na, van nekünk itt egy ilyen csatink, amiben a monitort tudom bedugoszálni. John Deere-os monitort. Ide meg egy mit tudom én mit. De meg egy másik monitort. Akkor. Van nekünk itt egy szivargyújtónk. Auxunk. Jack csatlakozó, aki úgy ismeri. Egy ilyen malacorú, meg egy ilyen izotus, belső izotus csatina. Kardent be tudom ezzel kapcsolni, akkor 5-ös kör, 4-es kör, front hidraulika, 3-as kör, 2-es kör, 1-es kör, hátsó 3 pont, iTech, automata váltó és a automata kormányzás. Itten a monitor tudom ezzel babrálni, tehát hogy itten így át tudok léptetni. Itten a klíma ez. Ugye itt fűtés, hogy ha fújja a levegőt, meg ilyenek. Lámpa, villogó, elakadás jelző, első hajtás. És ezzel meg a zenéhez tartozik. Úgyhogy, ja. Úgyhogy ide fordulunk B. Jaj, pakolja vissza a gangokat.
Na most adja a plusz kilovattot, most olyan 300 lóerő körül van a gépezet, így satsz. Aztán ugye hát, mondtam, GS3-as kijelző. Ugye már 2010-ben is volt iTech Pro. Tehát láttam olyan videót YouTube-on, hogy 2010-es videó és iTech Pro, tehát ott egy 8000-es volt, ha jól emlékszek, és egy Hors vetőgép, és kiemelte a vetőgépet ugyanúgy, meg minden. Ott is ugye izobusz, meg mét, tudom én. Úgyhogy igen. Tehát akkor még ugye úgy volt, hogy akkor még ugye nem volt saját ilyen kis GPS monitorja, hanem itt volt egy nagy sor, de ugye ezt nem tudja mindenki, és itt volt a GPS monitor. Ugye ebbe is lehet ide tenni, meg oda föl is. És kettőt lehet oda tenni. Ugyanúgy a kombányba, csak oda azt hiszem egyet, de lehet, hogy oda is lehet kettőt. Úgyhogy srácok, hát ja. Nagyjából ennyi lenne ez a vidinyó. Úgyhogy ja. Úgyhogy jók legyetek és szevasztok!